típusú cukorbetegség, magas vércukorértékkel járó komplex anyagcserebetegség, mi döntően inzulinrezisztencia talaján alakul ki. Kettes típusú cukorbetegségnek mondtuk régen a felnőttkori, vagy az elhízáshoz tartozó, vagy a nem inzulindependens cukorbetegséget. Ezek az elnézések nem annyira pontosak, úgyhogy ezért használjuk a kettes típusú cukorbetegséget, mert ebbe elég sok minden így belefér. Az inzulin rezisztencia egy olyan állapot, amikor az inzulin nem fejti ki megfelelően a hatását. Tehát az egy adott mennyiségű inzulinra nem azt a reakciót kapjuk a szervezet részéről, amit elvárhatnánk. Mondhatjuk ezt a cukorbetegség előszobájának is, az inzulin rezisztenciás állapotot, illetve maga a cukorbetegség alapja is lehet az inzulin rezisztencia. Inzulin rezisztencia lehet élettani állapotokban is, például ilyen a terhesség, a pubertáskor, túlzsíros étrendek elfogyasztásakor, illetve vannak bizonyos betegségek, amik gyakrabban társulnak inzulin rezisztenciával, ilyen a policisztás ovárium szindróma, vagy bizonyos pajzsmirigy betegségek. A prédiabétesz egy olyan cukorbetegség előszobájának tartott állapot, ami kóros cukorértékekkel jár ugyan, de még nem érik el ezek az értékek a cukorbetegség kritériumait. Alapvetően kettő fajta ilyen állapotot tudunk megkülönböztetni. Az egyik, amikor az éhomi cukorérték van a normál érték fölött, de az étkezés utáni cukorérték az még normál tartományban van, illetve a másik verzió, amikor az éhomi cukor az még normális, de az étkezésre adott cukor emelkedés az már meghaladja a normál értéket. Cukorbetegségnél az éhgyomri cukrot nézzük, és az étkezés utáni vércukorszintet is nézzük. Ugye, normál tartomány az éhomi cukornál nem haladja meg a 6 mmol pro litert, étkezés után pedig nem mehet föl 7,8 fölé. Ha mind a kettő érték kilóg a normál tartományból, vagy az étkezés utáni cukorérték meghaladja 11 mmol pro litert, az éhomi meg a 7 mmol pro litert, akkor kimondhatjuk valakiről, hogy cukorbeteg. Egyébként még csak a prédiabéteszes állapotokat mondjuk ennek. A betegség akkor fordítható vissza, amikor még nem alakult ki, igazság szerint. Tehát amikor még csak a prédiabéteszes állapotnál tartunk, akkor életmódváltással, testsúlycsökkentéssel, egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással megállítható az a folyamat, ami későbbiekben ezekből az állapotokból tisztességes cukorbetegséget hozna létre. Kettes típusú cukorbetegség járhat úgymond klasszikus tünetekkel, amikor a beteg túl sokat iszik, nagyon sokat vizel, a testsúlya normál étkezés mellett is nagyon sokat csökken, de azért mondjuk a cukorbetegséget egy csendes gyilkosnak, mert legtöbbször a kettes típusú cukorbetegség alattomosan mindenfajta tünet nélkül tud kialakulni. Gondolhatunk cukorbetegségre akkor is, hogyha nehezen gyógyuló sebek vannak az embernek a lábán, fogászati, szájüregi problémái vannak, hogyha magas vérnyomásos betegsége van, ha elhízott, akkor ilyenkor azért szólaljon meg bennünk a vészharang, és gondoljunk cukorbetegségre. Kettes típusú cukorbetegség kialakulására hajlamosító tényezők nagyon szép számban vannak. Van egy FINDRISC nevű kérdőív, ami összefoglalja azokat a kockázati csoportokat, amiket pontozva meg tudjuk mondani számszerűleg, hogy vajon mekkora valószínűséggel lehetünk mi cukorbetegek, hogy alakulhat ki nálunk későbbiekben cukorbetegség. Ilyen az életkor, a testtömegindex, a haskörfogat, az egészséges táplálkozást, a gyümölcs és zöldségfogyasztás gyakorisága, a rendszeres testmozgás, a valamikor életünkben mért magasabb vércukorszint, családi halmozódás. Ezeket pontozva kapunk egy értéket, és ebből meg tudjuk satszolni, hogy vajon van-e kockázatunk cukorbetegség kialakulására vagy sem. A cukorbetegséget legjobb megelőzni, mert a kialakult cukorbetegséget már kezelni kell, ami nagyon sok odafigyelést igényel mind a beteg, mind a kezelő orvosa részéről. Megelőzésben a legfontosabb az egészséges életmód, amit nagyon könnyen mondunk, de persze nagyon nehéz betartani. Ide tartozik a megfelelő táplálkozás, lehetőség szerint a kevesebb cukrot, kevesebb finomított cukrot tartalmazó étrend, nem a kalóriadús, hanem a megfelelő kalóriatartalmú étrend, a rendszeres testmozgás.
Jókkal adódik a kérdés, hogy milyen gyakran kell ellenőriznünk a vércukor értékünket, hiszen ez alapján tudjuk megmondani, hogy cukorbetegek vagyunk-e vagy sem. Azoknál, akiknél nincsen hajlamosító tényező, elegendő az évi, egyszeri rutin laborvizsgálat során egy vércukor szintet mérni. Azoknál viszont, akiknél hajlamosító tényező van, tehát az életkoruk előre haladottabb, elhízottak, mozgásszegény életmódot folytatnak, magas vérnyomásuk van, esetleg a családban volt cukorbeteg, vagy náluk valamikor mértek nagyobb cukorértéket, gyakrabban kell mérni a cukorszintet, és nem elegendő csak az éhgyomrit megnézni, hanem egy úgynevezett cukorterheléssel meg kell néznünk az étkezés utáni vércukorértéket is, mert csak a kettő érték birtokában tudjuk kizárni vagy igazolni a cukorbetegséget. Ha valakiről kiderül, hogy cukorbetegségben szenved, alapvetően, persze állapottól függően először a háziorvosával találkozik. A háziorvos kolléga el tudja dönteni, hogy elegendő-e az alapellátásban való további kezelése, vagy pedig diabeteses központokba kell küldeni, diabetológiai szakambulanciára kell küldeni a beteget. Ez azért is fontos, mert a betegség mire eljut odáig, hogy felfedezzük, már lehet, hogy nagyon sok szövődményt okozott. Jobb ilyenkor, ha meg tudjuk csinálni az időszakos szűrővizsgálatokat, jobban rá tudunk tekinteni a beteg anyagcsere helyzetére, hogy a szakellátó helyre érkezik. A cukorbetegség rendkívül sok szövődményt tud csinálni. Ilyenek a szívérendszeri szövődmények, szemészeti szövődmények, vesekárosító hatása, idegrendszeri károsító hatása. Ahhoz, hogy egy cukorbeteget komplexen tudjunk kezelni, tehát ne csak a vércukor szintjét csökkentsük, hanem ezeket a szövődményeket is meg tudjuk előzni, vagy időben kezelni tudjuk, szükséges ezeket rendszeresen, legalább évi gyakorisággal felmérni. Mellkasröntgen vizsgálat, hasi ultrahang vizsgálat, nyakér ultrahang, szemészeti vizsgálat, neuropátiás vizsgálat, EKG, minden cukorbetegnél évente kötelező vizsgálatok. A kettes típusú cukorbetegség kezelésének nem az a célja, hogy szép értékek legyenek a laborvizsgálati eredmények között, hanem az, hogy a hosszú távú szövődményeket meg tudjuk előzni, illetve a kialakult szövődményeknek a súlyosságát csökkenteni tudjuk. Azért fontos időben felfedezni a cukorbetegséget és megfelelőképpen kezelni, akár a legmodernebb gyógyszeres kezelést is igénybe venni, hogy ezek a szövődmények, amik a betegek életkilátását, életminőségét nagyon rontanák, ezek elkerülhetők legyenek. Fontos, hogy a cukorbetegek tisztában legyenek a saját vércukor értékeikkel, jobban tudják menedzselni a saját betegségüket. Ehhez szükséges, hogy rendszeresen megmérjék a vércukorértéküket, azoknál, akiknél nem súlyos még ez a betegség, elegendő lehet hetente egyszer-kétszer megmérni a vércukorszintet. Ha valakinél súlyosabb a betegség, akkor szükség lehet a napközbeni, akár négyszer-ötszöri vércukormérés is. A cukorbetegség kezelése az orvos-beteg rendszeres kapcsolaton alapul. Attól függően, hogy ez a betegség milyen stádiumban van, fogja visszahívni a kezelőorvos a beteget fél évente, de a betegség kezdetén, súlyosabb állapotban, vagy terápia módosításkor szükséges lehet az akár 3 havonta történő találkozásra is. A cukorbetegség legtöbbször nem egy önmagában álló betegség, nagyon sok más betegség is társul hozzá. Mivel a cukorbetegség leggyakrabban idősebb életkorban elhízott betegeknél alakul ki, magával, az idősebb korral és az elhízással társuló többi betegség is nagyobb arányban fordul elő cukorbetegeknél, mint egészséges embereknél. Ilyen például a magas vérnyomásos betegség, kóros vérzsír értékek, és a betegség hosszú távú szövődményei közé tehető szívérendszeri betegségek, vesebetegségek, szemészeti szövődmények, különböző nehezebben gyógyuló lábfekélyek, sebek is. Kettes típusú cukorbetegség esetén nagyon sokfajta kezelési mód van a tarsolyunkban, illetve nagyon sokfajta kezelési módot alkalmazhatunk. A betegség elején, amikor még enyhébbek a tünetek, nincsenek nagyon kóros értékek, elegendőek lehetnek a tablettás kezelések.
későbbiekben a betegség előre haladtával vagy súlyosbodásával szükséges lehet kombinált kezelést is alkalmazni. Ezek lehetnek tisztán tablettás kezelések is, vagy pedig még nem inzulin, de injektábilis készítmények is a rendelkezésünkre állnak. Azért fontos, hogy a beteg eljusson időben diabetológiai szakellátó helyre, mert ezeknek a gyógyszereknek nagy részét csak szakorvos rendelheti, olyan megfontolásból, hogy a szövődményeket későbbiekben el tudjuk kerülni. Vannak olyan készítmények szerencsére most már a tarsolyunkban, amik nem csak a vércukor háztartást rendezik, hanem a különböző kardiovaszkuláris szövődményeket vagy a vesebetegségeket is képesek megelőzni, vagy a súlyosságukat mérsékelni. Cukorbetegség esetén még kettes típusnál is szükség lehet persze inzulin kezelésre is, de ez nem minden betegnél, illetve nem mindig kell alkalmaznunk. Kettes típusú cukorbetegség esetén leggyakrabban tablettás kezeléssel indítunk. Későbbiekben ez lehet az egy tablettás kezelésből kettő tablettás kezelés is, amikor két különféle hatóanyagú készítményt adunk a betegnek, illetve most már rendelkezésre állnak olyan készítmények is, amik ugyan nem tabletták, de nem is inzulinok, de injekció formában léteznek. Kettes típusú cukorbetegség esetén az egész paletta rendelkezésünkre áll, amivel a beteget gyógyítani tudjuk. Enyhébb esetben elindulunk egy tablettás kezeléssel, későbbiekben vércukorértéktől, társbetegségektől, életkortól függően dönthetünk kombinált kezelésnél, kettő tablettás kezelésnél, illetve mehetünk tovább valamilyen injektábilis készítmény felé, ilyenek például a GLP-1 analóg készítmények, amik nem inzulinok, de csak injekció formában léteznek, illetve későbbiekben, hogyha a betegség nem uralható már ezekkel a tablettákkal, dönthetünk inzulin kezelés mellett is. Illetve magát az inzulin kezelést is tudjuk kombinálni tablettás kezeléssel, vagy GLP-1 analóg kezeléssel is. Cukorbetegséget azért kell nagyon komolyan venni, mert számtalan szövődménye lehet, ami a beteg életminőségét és életkilátásait is rontja. Ilyenek klasszikusan a szívérendszeri szövődmények. Cukorbetegség esetén a stroke-nak, az agyvérzés kialakulásának a kockázata háromszorosa az egészséges emberhez képest. Szívinfarktus kialakulásának is 3-4-szerese a kockázata. Ahhoz, hogy valaki a látását elveszítse, vagy krónikus beselégtelenség alakuljon ki nála, szintén nagyobb a kockázata. A betegség szövődményeihez, hosszú távú szövődményhez tartoznak a diabéteses láb szövődmények is, amik nehezen gyógyuló krónikus fekélyeket jelentenek. Cukorbetegek 15-ször olyan gyakran kényszerülnek lábamputációra, mint egészséges emberek. Szövődmények közé tartozik még a szemészeti szövődmények, látásromlás, látásvesztés, kiemelt fontosságú ilyenkor a szemészeti ellenőrzés és ellátás is. Cukorbetegeknél a fogászati rendellenességek kockázata is nagyobb, hajlamosabbak fogénygyulladásra, fogak elvesztésére is. Cukorbetegség hosszú távon károsíthatja az idegrendszert is. Gyakoriak az úgymond neuropátiás tünetek, amik klasszikusan esti órákban jelentkező lábfájdalom, lábzsibbadás, hangyamászásszerű érzést jelentenek. Ilyenkor gondolni kell cukorbetegségre, ha az még nem ismert, tehát ezek a betegségek is gyógyíthatók. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a cukorbetegség kezelésében a legfontosabb szerepe a betegnek van. Mi segítséget tudunk nekik nyújtani abban, hogy hogyan tudják a legjobban menedzselni a saját betegségüket, de az életmódváltás, a rendszeres kontrollokon való résztvevés, a megfelelő gyógyszeres kezelés betartása, ez mind az ő kezükben van. Viszont, hogyha ez megvalósul, ez a jó kooperáció orvos és beteg között, akkor lehetőség van arra, hogy ezek a betegek is jó életminőséggel tudjanak élni, a cukorbetegség hosszú távú szövődményeit el tudjuk kerülni, súlyosságukat enyhíteni tudjuk. Nagyon fontos, hogy mindenki gondoljon a saját betegségére előre. Mindenki próbálja felfedezni a tüneteket, amik cukorbetegségre mutatnak, vagy cukorbetegséghez vezetnek. Próbáljunk tudatosabban foglalkozni a saját egészségünkkel.
életmódváltást nem győzünk hangsúlyozni. Maga a gyógyszeres kezelés, tablettás kezelés nem elegendő, elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás, az optimális testsúly elérése, a megfelelő rendszeres, aktív testmozgás. Biztos, hogy nehéz ezeket betartani, könnyebb csak a tablettára támaszkodni, de önmagában a gyógyszeres kezelés nem fogja ezt a betegséget megoldani. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a cukorbetegséget, hogyha időben felfedezzük, ha időben elkezdjük megfelelően kezelni, akkor egy menedzselhető állapot marad. Vagy nem alakul ki komolyabb cukorbetegség. Sokkal hosszabb távon fogunk tudni csak tablettás kezeléssel esetleg sikereket elérni. Ha a betegek nem figyelnek oda a saját egészségükre, akkor a hosszú távú szövődmények kialakulásának kockázata sokkal nagyobb lesz.